Eredményes és munkás fél évük volt a Mr. Power sportolóinak. Összesen 3 versenyen voltak az előemelők, akik fekvenyomásban, felhúzásban és guggolásban mérték összerejüket, és mozgattak meg gigantikus súlyokat. A versenyek közül 2 szeretnék kiemelni, a nyári nyitókupát és a magyar professzionális erőemelő ligakupát. A nyári nyitókupa Kiskunfélegyházán volt, a ligakupa pedig Ajkán. Nagyon szépen versenyeztek kiegyensúlyozottan. A versenyzők minden munkájuk oda volt időzítve, leginkább, mint ugye az első féléves állomás, és nagyon szép első, második, harmadik helyezések születtek. A sikeres verseny után már az őszi megmérettetésen ötletelnek és készülnek, hiszen ilyenkor nem csak az edzésük, de az étrendjük is megváltozik az erőemelőknek, ami olykor nem kis lemondással jár. Következő fél évre 2 nagy versenyünk van tervben, az egyik az XPC Pro Lengyelországban, szeptember vége felé esedékes, illetve a GPC világbajnokság, ami Szlovákiában lesz, és október közepén fogják megrendezni. Az erőemelés egy egyéni sport, ahol a cél, hogy a 3 fogás nem mindegyikében a lehető legnagyobb súlyt igyekezzenek megmozgatni, amire csak képesek. Erre gyakorlatként 3 próbálkozása van a versenyzőnek. A nap végén a legnagyobb eredménnyel rendelkező résztvevők nyerik a megmérettetést.